Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Cseh Judit, a hajléktalan szálló vezetője, akit szeretettel köszöntök, szép jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Azt hiszem a nézők már sejtik, meg remélem, hogy kíváncsiak is, hogy miért hívtuk ide a stúdióba. Ugye hetek óta most már mínuszok röpködnek a levegőben, és hát minden híradás arról szól, hogy minden segítséget az ország minden részén megpróbálnak megadni a hajléktalanoknak. A hajlék nélkül élőknek nézzük meg, hogy itt Mosonmagyaróváron mi a helyzet. Egyáltalán most már teltház van-e, ha igen, akkor milyen létszámmal üzemelnek, konténer, hogy működik, stb. Tehát mi a jelenlegi helyzet most, Judit? 43 fős a szálló, ebből 10 női férőhely van, a többi férfi. Teltház van folyamatosan, igazából most már augusztus óta, tehát cserélődtek emberek, tehát forgás van, de folyamatosan tele van. November 1-én megnyitottuk a két konténert, ami az intézmény előtt található. Ez kétszer 4-5 fős, attól függ, hogy mennyire húzzák össze magukat a bentlakók. Igazából az is teltházzal üzemel, ritka kivétel, hogy nem, de ott is változó az összetétel. Ott nincsen fix férőhely, hanem érkezési sorrendben, meg aki befér, aki nem, tehát ott minden nap néhány állandó emberen kívül változó, hogy kik veszik igénybe. Ugye mondta, hogy érkezési sorrend, meg hát amikor egy pár hónappal ezelőtt beszéltünk, amikor készültek éppen itt a nagytéri hidegekre, akkor is erről volt szó. Mi van azokkal, akik mondjuk később érkeznek, vagy már nem férnek be, azoknak is tudnak-e valamilyen segítséget nyújtani, vagy akkor ők egyszerűen lemaradnak, vagy ez hogy működik? Nem volt még ilyen, tehát eddig mindig elég volt az a 10-12 férőhely is. Még plusz matracot akkor esetleg tudunk berakni, rakunk be plusz takarót, ágyneműt, adunk ki meleg ruhát, hogyha arra van szükség, de egyébként fűtöttek a konténerek, tehát hideg nincsen bennük. Nem volt még ilyen, hogy valaki a konténerből kiszorult volna, eddig elég volt ez a férőhely. Utcán, akikről mi tudunk, körbejártuk a várost, rendőrség, polgárőrséggel együtt, nincsen közvetlen életveszélyben senki, tehát mindenkit, akit megtaláltunk, fedett helyen volt, valamilyen fűtési lehetőség mindegyiknél volt, mindegyik épületben volt, takarót, ruhákat, élelmiszert vittünk ki, alkalmi jelleggel kijárunk most is, tehát akikről tudom, hogy hol vannak, azoknál voltam kint többször, vittünk ki gyógyszer, mindig van takaróban, élelmiszer, száraz tészta, tartós élelmiszer van. Nem volt közvetlen, tehát én attól nem tartok, csak oda akarok kiukadni, hogy most hirtelen tömegek megjelennek az intézmény kapujába, és nem tudom én milyen férőhelyeket kéne megnyitni, mert akik eddig kint voltak, és megvan a helyük, ők már nem fognak bejönni, tehát ők a telet már meg tudják oldani kint. Tehát akkor nincs az, mint mondjuk Budapesten, nincs, hogy, nincs. Ugye mindenki azt látja a híradásokban, hogy ott mi a helyzet, és hát akkor attól tart, hogy esetleg a kisebb településeken vagy a nagyobb városokban is mondjuk akár ez előfordulhat, de akkor ez Mosonmagyaróvár nem teljesen másképp nem működik egy kisvárosban, mint Budapesten, tehát itt azért nincs ilyenekre szükség, hogy most mondjuk megnyissanak egy sportcsarnokot, mert hirtelen annyi ember jelent meg a fagyhalász szélén, hogy tehát nem, tehát ez a kisvárosban nem így működik. És egyébként így a kisebb település az előfordulhat, hogy mondjuk orvosi rendelőt megnyitnak, és akkor oda bemennek? Mert én János Somorján tudom, hogy a vasútállomást, tehát ott van 5 főről tudok, hogy ott van fixen hajléktalan, akik nappali ellátásban részt vesznek, és akkor ilyen nagy krízis időszakban, hidegekben még a vasútállomáson engedélyezik nekik, tehát ott is meg tudja a település oldani, hogy életveszély ne legyen. Tehát akkor ők sem jönnek majd ide, hanem ezt általában azért helyben megoldják. Volt rá példa, hogy mondjuk János Somorjáról nem, ott megoldják, máshonnan hoztak be ember, de más településeken, térségből az volt a probléma, amikor idős ember egyedül marad és fűtetlen a lakása. Tehát így most van bent több olyan lakónk is, aki ilyen helyzetbe került, hogy hát a saját lakásába fagyott volna meg, ilyenkor hirtelen más megoldás nincsen, így tudunk neki azonnal valamilyen fűtött helységet biztosítani, és akkor felvettük a szállóra. Tehát ilyen már volt, van most is több ilyen lakónk. Említette, hogy
körbejártak, és egy-két emberről nyilván azért hát képben vannak, hogy kik hol lehetnek megbújva, vagy hát a hideg elől megbújva emberek. Odafigyelnek egyébként a többiek, a környezetük mit tapasztaltak? Segítenek így a rászorulóknak ezekben a nehezebb időkben? Mert hát önöknek mondjuk azért ez, igen, egyrészt gondolom, hogy nem is feladatuk, másrészt meg hát nagyon nehéz, hogy ennyi emberrel egyáltalán most ott helytállni a szálon, meg még esetleg nekik is segíteni. Kapacitásunk az nagyon szűkös, tehát mind a személyi, mind a tárgyi feltételek azért erre a krízis időszakban nagyon-nagyon kevesek, de én úgy láttam, hogy igen. Tehát, hogy azért van egy olyan szociális háló körülöttük, mindegyikük évek óta ott van, ahol most is. Tehát kialakult, megvan, hogy melyik az a néni, aki vasárnap arra jár, és rak le egy kis ebédet nekik, hova tudnak fordulni a napi betevő. Tehát van egy olyan, egy kialakult életritmusuk, ami segíti őket a túlélésbe, és én úgy látom, hogy azért az egész társadalom ilyenkor sokkal jobban odafigyel, és igen, figyelnek rájuk. Tehát például, és nem csak Óváron, tehát például nem tudom, a Hegyeshalomban is legutóbb annyira kritikus volt, hogy volt férőhely a szállón, behozzunk egy olyan hajléktalant, akinek egyébként ott megvan egy kialakult életritmusa, megvan, hogy mikor kitől kap élelmiszert a kocsmába, ki az, aki meghívja egy vacsorára, vagy a egyéb szükséges dolog. Tehát, hogyha ebből kiszakítjuk, lehet, hogy többet ártunk, mint használ, mert hogyha bejön, ez mind megszűnik, hogyha bekerül a szállóra. Tehát, hogy azért mérlegelni kell ezt is, hogy megvan egy sajátos életformájuk. Hogy mondjuk ami... akár arra az egy-két hétre, vagy három-négy hétre, ami ugye nagyon hidegeket jelenti, ha mondjuk ide behozzák, akkor utána visszakerül a saját környezetébe, mert nyilván vissza fog menni. Akkor lehet, megszűnik az egész. Csak néhány olyan nagyon régóta működő kapcsolati tőkét, úgymond, ami neki a túlélést jelentette eddig. Azt figyeltem meg Mosonmagyaróváron, azért most már egy évek óta működik, sokan hát nem éppen annyira gusztusos, de hát ugye hova rakják, akár kis nájlonzacskóba, kis műanyag edénybe oda van készítve, akár édesség, akár valamilyen étel a kukák mellé, tehát hogy azért erre is szoktunk figyelni, hogy akkor azt nem kidobják azt az ételt, hanem akkor tényleg elég szépen oda kihelyezik, és akkor aki gondolom arra jár, és szüksége van rá, az azt el is tudja fogyasztani. Biztos, hogy igénybe is veszik, tehát nekünk is van olyan lakónk, aki guberálásból tartja fenn magát, és tudjuk, hogy megeszi azt is, ami. És akkor legalább nem a kukából szedi ki, hanem zacskóba oda van akasztva, tehát ez szerintem egy abszolút hasznos dolog, és biztos vagyok benne, hogy van is rá szükség. De csak így előbb visszatérve, hogy így a lakosságnak a felelősségvállalása, tehát a szállón is érezzük, tehát hogy... Hát egyrészt természetesen karácsony előtt azért mindig az adakozás az nagyon, de hogy ez most így nem hagyott a láb, hogy hideg van, azért a média is most nagyon felkapta ezt a témát, és nyomja, különböző kezdeményezések vannak, ez a szabadfogás, stb., és hogy... Tényleg valahogy... ehhez mit szól, Judit? Ugye arról szól ez a szabadfogás, csak most, hogy említette, hogy itt a városban is, hogyha jól tudom, akkor már három helyen, de lehet, hogy azóta már négy helyen is tettek ki ilyen fogasokat, meg kerítésre ruhákat. Ez nem feltétlenül hajlék nélkül élőknek szól, hanem egyáltalán a rászorulóknak. Magyar utcán van, azt hiszem, a vasútállomás környékén, a piac környékén, meg talán még valahol tervezték, hogy csinálnak ilyet, és akkor ugye innen el lehet vinni meleg kabátot, sálat, stb. Tehát kihasználják ezt, hogy látják. Kisvárosban ez is másképp működik azért, mint egy Budapesten egy ilyen kezdeményezés, ahol mondjuk van 30 ezer hajléktalan, és akkor még a rászorulókról nem beszéltünk. Tehát, hogy nyilván ez más. Tehát szerintem azért Óváron minden rászoruló tudja, hogy hova lehet bemenni ruhát, ismerik a családsegítőt, ismerik a családokat, mert a hajléktalanok tudják, hogy nálunk mit lehet. Tudják, hogy a Vöröskeresztnél. Tudják, hogy hova lehet oda menni, mikor van ruhaosztás, melyik napokon. Ettől függetlenül, ha csak egy ember talált magának meleg ruhát, akinek szüksége volt rá, akkor már megérte a kezdeményezés. Szerintem ez egy kedves gondolat, de hát remélem, hogy van valaki, akinek sikerült vele segíteni. A mi ellátottaink azért általában tudják, hogy hova kell menni, hogyha erre van szükségük, és kapnak is. De ez is egy jó ötlet, de
ami most észrevettem, és ilyen még korábban nem volt, vagy nem emlékszem, mondjuk tavaly nem volt ennyire hideg tél, igen, tehát akkor nem volt erre szükség, de hogy most így január óta is folyamatosan, és egyre jobban adakoznak az emberek, mert mint úgy jobban, hogy egyre okosabban. Tehát rendszeresen oda telefonálnak, hogy most mire van szükségünk. Tehát tárolási kapacitásunk az eléggé szűk, és most tapasztalom, hogy szinte minden nap jön telefon, hogy most mi az, amiben tudnak segíteni, tartós élelmiszer, ruha, takaró, WC-papír, mi az, amit hozzanak. Hát hetente 2-3-szor biztos, hogy jön ilyen teljesen civil emberek, apuka kislányával bejön, és behoz egy összeállított csomagot, behoz egy néni, akit én vasárnapról maradt neki egy csomó töltött káposztája, és most ő ezt miért borítaná ki, és akkor mi tudunk több tíz embernek egy vacsorát biztosítani, tehát hogy most így folyamatosan, tehát nem csenget le az ünnepekkel, hanem most, hogy hideg van, azért ezek a civil kezdeményezések nagyon jók, és nagyon sokat segítenek nekünk az intézményen belül is, meg az utcai ellátottaknak is. Akkor ez szerencse, mert ugye amikor legutóbb beszéltünk, akkor mondta, hogy a Moson-Magyaróvári egyházközség az önöknek gyűjtött, és hogy az kezd elfogyni, de akkor ezek szerint van utánpótlás. Folyamatosan, és mondom, ez nagyon jó, hogy most már meg is kérdeznek előtte minket, hogy most mi az, ami kell, és akkor tudunk célzottan adományozni, és ez így nagyon nagy segítség. Beszéljünk még egy kicsit az influenzáról, mert ugye nem csak a hidegek tompolnak itt ezzel a mínuszok, hanem az influenza is, és gondolom, hogy azért ezeket az embereket meg még jobban érintheti a betegség, mert az utcán töltik az idejük egy nagy részét. Ez ellen hogy tudnak védekezni, vagy van-e már akikért, valami hír erről? Akikért, az kapott ingyenes védőoltást, és azért jó nagy részük, tehát egy olyan 80%-a az ellátotti körünknek, akik akkor benn voltak a rendszerben, azok be vannak oltva. Úgyhogy hát ezen kívül, ha esetleg mégis elkapnák, tehát mi receptkiváltásban tudunk segíteni, gyógyszerben tudunk segíteni, teát tudunk főzni, de hát amit lehet, amit tőlünk telik, azt azért próbáljuk megtenni. Hát mondom, a legtöbb, amit itt tehetünk, az, hogy a védőoltás az biztosítva van számukra. Tehát akik bent voltak a házban, mondjuk, akkor ők akik valamilyen jelték, szinten már akkor érték, védve kérik, nem csak a házban, hanem akik akkor az utcán, tehát utcai ellátottak, vagy konténeresek, tehát őket is végigkérdeztük, és aki kérte, az megkapta. Mi az, amire akkor még szükség lenne, Judit, akkor azért mondjuk el, mert még itt elég hosszanosan eltart az időszak, ahogy ígérgetik, akár a hideg, akár az influenza, mind a kettő, mondták, hogy ez most hosszasan húzódik. Még csak januárban, azért még március végéig, még a krízis időszak még hosszú. De a tartós élelmiszer az mindig jól jön. Amire mostanában szükségünk van, az olyan ruházat, hogy alsó nemű, zokni, alsó nadrág, ilyesmi, ez az, ami ilyenkor ugye áttázva, átfagyva bejönnek, és ez fogyóeszköz, ez mindig pörög, takarók is, hogyha valakinek otthon, tehát ide mind a használt mindig jó, tehát ide újat nem is nagyon érdemes hozzánk venni, tehát mindig akinek otthon feleslegessé válik és behozza, azt nagyon jól tudjuk hasznosítani. Úgyhogy ezek, amik mindig folyamatos fogyóeszközök így télen. Mire számít még ebben a szakaszban? Mennyire lesznek felkészülve? Mennyire bírják önök is így a munkások? Hát kitartunk, tehát még bízunk benne, hogy előbb-utóbb lesz tavasz, tehát hogy hát igazából megvan mindenünk ahhoz, hogy segíteni tudjunk. Tehát próbálunk, amennyire lehet odafigyelni azokra, akik kint vannak, amilyen gyakorisággal tudunk rájuk nézni, felajánlani a segítséget, napi egyszeri melegétkeztetés ingyen jár mindenkinek, csak el kell menni érte a város négy pontján a hozzájuk legközelebb est, tehát hogy ezeket mindig felajánlani. Hát aki aztán nem hajlandó még ennyit se tenni magáért, vagy teljesen megtagadja az együttműködést, ott van nagyon nehéz dolgunk, tehát ez az, ami még amíg legalább közvetlen életveszély elmúlik, addig kell ezt így valahogy nagyon szorosabbra fogni velük. Reméljük, hogy nem lesz idén sem semmiféle probléma, mint ahogy az előző években sem volt, akkor önöknek kitartást, és az embereknek meg hát azt tudjuk mondani, hogy akkor figyeljenek oda még mindig a többiekre, és hogyha olyan embert látnak, akin segíteni kell, akkor azt tegyék is meg, hogy akár étellel, akár egy forró itallal, vagy meleg ruhával segítsék meg a rászorulókat. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm. Hírháttér című műsorunkat látták. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.